Minden eszközt megadhatott volna a kormány ahhoz, hogy Csalgótarján ne a mindennapi megélhetésére költse utolsó fillérjeit. A Fidesz politikusainak pedig nem azért kellene ide járkálniuk, hogy megmondják, mi a baj az ellenzékkel, mondta többek között Tóbiás József pártja Csalgótarjánba kihelyezett frakcióülése előtt. Az MSZP elnöke Fekete Zsolt polgármester jelölt mellett kampányolt. Az, amit látunk a időrendben, február 28-áig, hogy a miniszterelnök nem tiszteli meg a várost. Nem jön el, nem akar szembenézni azzal a valósággal, amelyet az elmúlt 8 évben az ő politikájának képviselői révén kialakult. Hiszen, hogyha azt vesszük, hogy az elmúlt 8 évben helyben egy fideszes városvezetés és egy 5 éve kormányzó Fidesz minden eszközt és lehetőséget megadhatott volna arra, hogy a város a saját önerejét ne arra fordítsa, hogy a működés, az alapszolgáltatások fenntartását biztosítsa az itt élőknek, hanem tényleg közösségként fejlesztéseket, oktatási, kulturális vagy szociális területen hiányokat pótoljon. Ez a város többet érdemel. Az itt élőknek fontos, hogy a szeretett tájon és tradícióik között találják meg a boldogulást. Gyermekeiknek pedig ne kelljen innen elmenniük a megélhetésért, hangsúlyozta a pártvezető. Ezek azok a kérdések, amelyekről jó lett volna egy nagyon őszinte beszélgetést folytatni a miniszterelnökkel. Hogyan lehet, hogy évente volt 600 milliója arra, vagy akár 1 milliárd évente a kormánynak, hogy kisegítse, éppen nullára megmentse a várost az adósságtól. És hogyan lehet, hogy az elmúlt másfél évben erre még szándéka sem mutatkozik. Eljönnek ide vezető kormánypárti politikusok, akik elmondják, hogy az ellenzékkel mi a baj. Mi azt akarjuk elmondani, hogy Csalgótarjánnal mi a helyzet. És hogy miért kér támogatást, felelősséget a kormánytól. Hogy ami az ő dolga, hogy biztosítsa egy önkormányzatnak az alapvető feladatainak az ellátását, biztosítsa a minőségi egészségügyhöz való hozzáférést, biztosítsa az oktatás magas színvonalú ellátását, és esélyt és lehetőséget adjon a város vezetésének, baloldali többségű vezetésének, hogy azon dolgozzon, hogy hogyan maradjanak itthon fiataljaink, hogy hogyan legyen megszervezve a közösségi közlekedés, hogyan legyen építve a kultúra, hogyan legyen építve a civil társadalom. Ez a városvezetés dolga. Hogy mi az, ami még a kormányé, arról kellett volna beszélnie. Ezek mind elmaradnak. Meggyőződésem, hogy a választás február 28-án a Magyar Szocialista Párt jelöltje, Fekete Zsolt és a Fidesz között dől el. Ez két értékválasztás, hogy azok, akik az elmúlt 8 évben helyben csődbe vitték az önkormányzatot, azoknak ma nem itt kell tüntetnie. Egy utcát eltévesztettek. Van Becsó Zsolt irodája, oda kell elfáradni, és ott kell föltenni a kérdést, hogy vajon miért hagytátok, hogy így legyen? Tóbiás József véleménye szerint az előző városvezetés leváltása határozott véleménynyilvánítás volt, és az összefogás kezdetét jelentette. A pártelnök ezt követően szólt arról is, hogy melyek azok a főbb kérdések, amelyeket pártja a tavaszi ülésszak előtt szeretne megtárgyalni itt Csalgótarjánban. Látszik, hogy van három olyan válság tünet, sőt válságcsoport ma Magyarországon, amely azonnali intézkedést kíván. Az első az oktatás kérdése. Ugye nem véletlen, hogy itt a volt polgármester, aki ma a Klik vezetője, vagy a jelölt, aki éppen a Kliknek volt a vezetője, hát bizonyára számot kellene adjon arról, hogy jól működik ez a rendszer ott, ahol pedagógusok, diákok és szülők tízezrei mondják azt, hogy a rendszert kell megváltoztatni. Tóbiás József szerint szükség van mindenek előtt fizetésemelésre. Pontosan látjuk, hogy a bürokrácia terheit növelni tudták, a kiszolgáltatottságot növelni tudták, de nem rendeltek olyan forrásokat, amelyek akár az alapoktatásban egy általános iskolás gyermek esetében a válság óta 85 ezer forintot vont ki a kormányzat, 85 ezer forintot. Egy szakközépiskolás diák esetében ez már 195 ezer forint. Egy főiskolás egyetemista diák esetében pedig ez több mint 200 ezer forint. Ezzel adós a Fidesz. A másik válságcsoport az egészségügy. 10 kórháznyi orvos hiányzik ma az egészségügyből. 20 ezer szakápoló hiányzik. Felelőtlen az a politika, amely csak annyit tud mondani, hogy többet adtunk, mint az elmúlt 8 évben, ami persze nem igaz. Itt az emberekről van szó. Itt az egészségről van szó.
hogy állandóan azt a kérdést tesszük föl, hogy akinek lesz pénze, az majd megfizeti, aki meg nem, az meg úgy jár. Ez ma a Fidesz politikája. Nekünk az a politikánk, hogy mindenkit megillet az egészségügy magas színvonalú ellátása, mert hogy ezért vagyunk társadalmi szolidaritásban, nyugdíj esetében is, és egészségügy esetében is. És a harmadik, amelyben nagy kihívás, itt Salgótarjánban is, az a szociális ellátórendszernek a teljes szétverése. Ha egy városnak azon kell döntenie, hogy működteti-e a világítást, működteti-e a közintézményeket, befűti-e azokat, vagy pedig a látható szegénység mellett járó szociális krízist akarja kezelni, akkor meggyőződésem, hogy baloldali ember nagyon komoly dilemmában van. Felelőtlenség jellemzi a kormányzatot. Magára hagyta az önkormányzatokat a szociális területen, a szociális intézmények finanszírozását, a lakástámogatást, a tűzifa támogatást, vagy akár a gyógyszereszköz támogatást megvonva. Éppen a múlt héten bejelentette Balogh Zoltán, hogy most már a nappali ellátáshoz és a távfelügyelethez sem nyújt státuszt, nem finanszíroz az állam. Az állam erről a területről kivonul. Nekünk felelősségünk van abban, hogy ezek az emberek találjanak támaszra, találjanak segítő kezekre. Meggyőződésem, hogy Fekete Zsolt mind szakmai előéletét tekintve, mind pedig tarjáni emberként pontosan érzi, hogy ez a legfeszítőbb gond, amelyben igyekszik a város lehetőségeihez képest, igyekszik minden feltételt biztosítani, hogy nehéz időkben is igaz legyen a mondás, hogy leginkább egymásra számíthatunk. A tarjániak számíthatnak Fekete Zsoltra, és a tarjániak számíthatnak a szocialistákra.